színvonalas jazzzenével, fellépő zenekarokkal, dobosokkal és táncosokkal várja idén is Balatongyörökön a Jazz Fiesta a jazzzene rajongóit. Július 7-én csütörtökön este 8 órától várnak mindenkit Balatongyörökön. Varga József a Jazz Fiesta ötletgazdája, a jazzzene szeretete miatt döntött úgy, hogy 2008-ban elindítja ezt a rendezvénysorozatot. Varga Endre barátommal egy baráti társalgás folyamán felvetődött a gondolat, hogy Balatongyörökön mikor fognak ők zenélni. És erre azt mondta, holnap után jó lesz? Mondtam, hogy remek. Épp a születésnapja volt akkor, és a zenészek maguktól teljes önfelettel jöttek erre a rendezvényre. Marha jól sikerült. A fiasztánk tapolcai, kanizsai, keszthelyi barát zenészek voltak, sőt, akik például a Váci Eszter, a kép a tapolcai Kalimutu együttese volt fellépés előző nap, ő is átjött egy két szám erejéig, és ő is beszállt. Ez abszolút magán, vagy önkezdeményezés, saját kezdeményezésünk volt, és ennek kapcsán vetődött fel, hogy ezt talán rendszeresíteni kéne, és így már a következő évben azonnal kettő ilyen jazz rendezvény volt, és így évről évre végülis a csütörtököket elfoglaltuk mi ezekkel a rendezvényekkel. A Jazz Fiesta vendégeit kellemes környezetben és barátságos kiszolgálással várják a szervezők. Az elmúlt évben nagyon sok fellépőnk, színes forgatagok voltak, különösen ez a nyitó és a záró fiesztán. Táncosok, a Salsa Klubnak volt tánc tanítása is. A zene az egy ilyen lágy, táncolható, hallgatható smooth jazz, tehát nem az a kifejezetten vájtülőeknek való, hanem minden korosztály és minden réteg megtalálja a saját maga számára kedvező melódiákat, ismert melódiákat is. Emellett, akinek táncolni volt kedve, az a szalszások bevonták a táncolásba. Jazz Fiestán fergeteges hangulat és színvonalas koncertek biztosítják a felhőtlen kikapcsolódást. Most a nyitó fiesztánk az most lesz 7-én csütörtökön, reméljük az idő kegyes lesz hozzánk, nem ilyen esős, mint az elmúlt napokban, meg mai napon is van. Kezdődik a Happy Dixieland Band felvonulásával, amilyen közönségtoborzó lenne, egész a Mólótól ide a dísztérig, ahol megrendezésre kerül már hagyományosan a fiesta. Fognak vonulni, és gondolom én, mint a Bombatukád a sikere volt eddig is, ők is mindig nagyon sikeresen gyűjtötték a közönséget, de végén egy kisebb tömeg ér ide hozzánk. Akkor itt a Csak Csajok tánc bemutatója következik. Happy Dixieland Band műsorát színesíteni fogják a vendégfellépők, Kolman Gábor szaxofonos, Urbán Orsolya énekes és Horányi Sándor gitáros. Ezek különböző formációkba fogják a saját műsorokat szintén ugyanez a smooth jazz műfajába előadni, és a végén egy ilyen jam session lesz lezárva, ami mindenki kedvére zenélhet. Tehát ez szokott a legsikeresebb lenni általában, mert felszabadult a kötelező műsorszámok után, már tényleg egy ilyen szabadabb zenélés következik. A nyitó rendezvény után a szervezők hetente biztosítják a zene kedvelőinek a jó hangulatot. A nyár többi további részében is folyamatosan lesznek minden csütörtökön kivétel, amikor ilyen különösebb program, de hát gyakorlatilag a kettő csütörtök kivételével augusztus 25-ig folyamatosan lesznek a jazz csütörtökeink. A további programok között olyan neves előadókat is hallgathat a közönség, mint például a Babos Lajos Trió, Szálle Barbara énekes, Szabó Leslie vagy az ausztriai Melange Jazz Band. Tehát ha csütörtök, akkor Balatongyörök.